Ebben, akkor a témát, amit kérték, hogy beszéljek, a különböző jogákról fogunk beszélni. Az egyik, mindjárt elmegy a kocsi, ne kell túl kiabálni. Szóval van többféle jóga, és az egyik a jóga, amelyiket javasolnak a védikus írások, ami nem kell különleges képességekkel rendelkezni, úgy hívják, hogy karma joga. hát lehet, hogy ti már hallottatok a szó jogáról, hogy mit jelent. Ugye, tudjátok? Beszéltétek, miért jelent, hogy joga? Kapcsolat, így van. Joga azt jelenti, kapcsolat, és kapcsolat legfelsőbb úrral. Ez a jogának a, a jelentősége miért a karma jóga egyik a legkönnyebb és legjobb? Mert általában embernek nehezen így jön be, és egy ilyen, amit mindjárt megbeszünk, mit jelent, hogy ez hogy lehet egy joga, mert általában ember azt gondolja, hogy a jóga, ez valami ilyen ászanák, meg általában ennyi. De de, de, gyakorlatilag a, az ásana ez a astanga jogának egy része, és mert igazából joga nép, nyolc lépcsőfokból áll. Csak mivel legyen látványosabb ez az ásana, így, van, hogy előtte nem látványos, amit kellene csinálni. Ászaná előtt vannak uh, yama jáma szabályok követése, lehet, hogy ezt is megbeszéljünk, hogy miért, miért, hogyha valaki tényleg jogázni akar, nem csak tornát csinálni, hogy meggyógyuljon. Na mi jó, és a védek erre a korra nem is javasolnak többre használni a szánakat. Mi nem vagyunk képesek, mi nyugati emberek vagyunk, mi nem vagyunk. A joga rendszer túl gyenge. Meggyógyítani tud, de ahhoz, hogy valaki fejlődjön, az nagyon gyenge, mert csak akkor működik a jóga, amiről ez az stanga jóga, amikor nagyon-nagyon sok körülményben be van tartva, és nagyon képesítettek az emberek. Ezért, de, ahogy mondtam, hogy ahhoz, hogy ászana legyen, ott már kell egy képesség, és a, a joga előtt, vagy az asana előtt vannak ezek. A yama, niyama, ez azt jelenti, hogy ötféle dolog, amit nem szabad csinálni, és ötféle előírt gyakorlatok, amit kell csinálni, ilyen szabályok. Miért van ilyen? Mert általában, hogyha megint ezt a kicsit a astanga jogát még beszéljünk, a joga sutra Patanjali Yoga Sutrába írta a, a, jogáról tudás, és akkor úgy kezdi, hogy citta Csitta Vriti uh, uh Yoga Csitta Vriti Ez azt jelenti, hogy a jogának egyik feladata, a, van a tudatunk, úgy hívják a Csitta, és ember zavarodott, nem tud koncentrálni, szét van itt csúszva az, elmé, az elméje, és a jogának a feladata elsősorban megállítani, összpontosítani az elmét, megállítani, meggyógyítani mindenféle zavarodottságtól, szétszorottságtól. Ez a jogas csitta vriti, nirodha. De utána elmondja, hogy ez micsoda, ez a zavarodottság. Vritti, ez úgy hívják, hogy hullámok. Nek az elme mindig egy valamit gondolkodik. Vagy általában, amikor benne vagyunk mi ebben világba, a világban, városokban élünk, akkor mi érzelmileg be vagyunk vonva, és az elme nem tud nem gondolkodni. Így nem lehet meg az ászenát már gyakorolni, jó, igazi jogát. Tornázni jó, de igazi jogát nem tud ember csinálni mert ezért kell először ezt az első kettőt gyakorolni, jáma, niyama. Ugye ez egy kicsit megállítja jobban az elmet, összeszedi az embert, és utána tud a gyakorolni. és ez nem izgalmas, mert akkor ott ezt ne csináld, az ne csináld, ezt pedig csináld minden ra, nap, ugye ezek a szabályok, ezért ezt kidobják emberek, ami a ászana után jön, arra nem képes, maradt ásana, És ezért úgy ismerünk a jogát, hogy csak egy ászana. Igen, no. előző mindenki kihagyja, ami legfontosabb, mint az ásana. mert inkább azt megcsinálja valaki tökéletesebb, sokkal jobb tudatban lesz, mint csak valaki rögtön ászanát csinál. Ásana után még egy kicsit pránájámat csinálnak, de ezután már nem is tudjuk, mi van. És azt mondjuk, ez a joga. Hát a joga ez minden, ez egész folyamat. Mint az iskola? Egyetem, amikor valaki megy egyetemre, akkor ott sok mindent kell tanulni, nem csak valami egy dolgot. Mondjuk valaki megy, mondjuk a zenész iskolába, zongorára, vagy fogjuk, fogjuk nem zongorát, mondjuk a dob, dobra, dobál, nem dobálni, dobolni. Lehet próbálni dobálni, és csak nem biztos, hogy jó diploma lesz. És. A, a, és az nem csak arról szó, hogy ember abban az iskolában csak dobolást tanul. Nem. Meg kell tanulni énekelni, meg kell tanulni zongorán játszani, sok minden hozzá tartozik. Ugyanúgy aszanában, vagy a jogába, sok minden. Oké. Okay. És ezért. A, ez az elképzelés, akkor a jó, ez valami ászana, vagy, ja, és akkor így is van megint, úgy van, hogy általában ismerünk az ászanát, első kettőt kidobtunk, utána megint mindent kidobtunk, utána a meditáció, mert mindenki beszél a meditációról, és akkor leül, de egy zavarodott ember nem tud meditálni, nem érett rá, az, ez nem működik. miért? Mert ez a hullám, amit mondtam, ez a csitavriti, ezek a Aggodalmak, traumák, tennivalók, ez karma. És én nem lehet leülni és meditálni. Elme azonnal el fog valahol vinni. Ezért ebbe a korba nem javasolt ezt az út ut, utat, nincs javasolva gyakorolni. Mint Pránájám, asana, mint egy egészség, az jó, de mint egy komoly lelki dolog, az nem. És inkább kezdődik azzal a jog, hogy karma joga. Ugye a karma, itt is sok megértés létezik, hogy vélemény, hogy karma azt jelenti, hogy karma, visszahatások, betegségek, traumák, amit ember éri, embert érint, vagy valami rossz, vagy jó, de karma azt is jelenti, hogy cselekvés, cselekedet. És a karma joga, ez a cselekedetnek a jogája. Uh, és ez sokkal közel áll az emberhez. Mert nem kell megállítani az elmét, mert nem lehet, hanem uh, a karma jogába vannak. Uh, lehet, hogy kicsit lejjebb megyek, inkább ott kezdek, és talán kimegyünk, kitérünk a karma jogára, akkor jobban ér, nagy, teljesebb kép lesz. alapvetően a védikus tanítások szerint az emberiség, mert van, hogy milyen szinten van a társadalom, emberi társadalom. És a meghatározza, hogy emberi társadalom akkor emberébe válik, amikor minden, amit tesz, minden Isten előírt írások alapján tesz. Ez azt jelenti hogy például a, a kormány országos törvények, az Isten törvény alapozik. Most már semmi kapcsolat nincs. Mert régen királyok úgy írták a törvényeket, fogták a szentírást, és akkor le volt írva, ez bűn, ez nem bűn. Akkor a király is így megcsinált. Most semmi. Most nincs olyan kapcsolat. Uh, és most Nincsen sehol a társadalomban, csak néha pár egyéni ember tényleg próbál Isten előírt kötelességek, szabályok szerint élni az életet. De globálisan a társadalom nem így él. Mind mindenkinek van, de miért él a társadalom? Mit, mit csinál a társadalom? Hát te a vágyokat. Ez természetesen jöttünk, előző életből, most kaptunk vágyainkat, és akarunk teljesíteni. És lehet teljesíteni vágyokat úgy, hogy én kitalálom, hogy hogy, de lehet úgy, hogy szentírások alapján, hogyha akarsz ilyen-ilyen vágyat teljesíteni, akkor ez szerint cselekedj, és akkor uh, megkapod. Amikor ember csak így egyenesen teljesítő vágyat, minden rendező az életét, Isten nélkül, nem én mondom, a védikus szentírások azt mondják, ez a társadalom állati szinten van. Mert állatok is ugyanazt csinálnak. Főleg ez a vágy teljesítés miből áll? Hát négy dologból. Elszik, alszik, szoporodik, védekezik. Állat, elszik, alszik, szoporodik, védekezik. Ezért, hogyha a társadalom csak így él, az állati szint. És utána van következő szint, ez még nem jóga lesz, de már emberi társadalom, úgy hívják, hogy karma kanda, amikor valaki, ahol írások írják, akarsz vágyat teljesíteni, mert így degradál a társadalom. Hogyha így, ahogy most mondtam, az állati szinten fog degradálni egyre hogy mondjuk primitívebb beszélgetés lesz, amit mondanak, egyre primitívebb lehet látni, mikor fellépnek a nagy emberek, miket mondanak, hogy nevetné meg, vagy sírni, nem érte ezt, mit csinálja, hogy, hogy mi történik. Ide, ez, ez, ez történik. Szóval azt, amit most mesélek, ez nem egy elmélet, ami szép és jó múzeumból előástunk valahonnan, hanem ez most rögtön láthatjuk a világban. A másik egy kicsit magasabb, ahol kezdődik az emberi, ez a karma karmakanda, ez azt jelenti, ember nem, ő ugyanúgy akarja élvezni te a vágyokat, de akkor már használja az előtt írásokat, szentírásokat, és akkor ott mondják, oké, okay, akarod jó férjet, akkor ilyen-ilyen rituálikat, ilyen dolgokat csináld meg. Akarsz jó feleséget, akkor ezt csinál, akarsz jó gyereket, azt csináld. Akar, akar, sok pénzt, nem probléma, lehet, de akkor így és így és így, így. Szóval megvan, le van írva, hogy hogy juss a pénzthez. És mi a különbség kettő között? Mert mind a ketten megkapnak a vágy csak az egyik, ahogy mondtam, degradál, a másik fejlődik. Már akkor nagyon lass, az nagyon lassan, de ez már jól, hogy nem degradál, és picit-picit fejlődik, és miért egy érdekes dolog, az is a védikus leírják, hogy ahogy csak az ember Isten szentírás alapján építi az életét, ezért rögtön fejlődik, és tisztul a karmától. Miért? Mert a védikus, vagy nem csak védikus, van más hiteles szentírások, Képviselnek Isten akaratát. És ez a trükk, hogyha valaki próbál teljesíteni vágyait, ami most nem Istennek magamnak, de legalább Isten törvényei szerint, ami le van írva, akkor ő már Isten akarata szerint él. És, és ez a legnagyobb dolog olyan embernek, aki nem is akar fejlődni. Mert akkor ő már fejlődik, már tisztul a karmától. Ahogy mondtam, lassan, nagyon lassan, de a másik nagyon gyorsan degradál. Másik, szóval itt vagy ez, vagy az. És utána kezdődik a jóga a következő szinten, amikor ember mondja, jó, én szeretnék tisztulni. Amikor már tudatosan, nem csak vágyait elsíteni, és akkor jön az a karma jóga. Ugyanazt csinál, mint az előző, csak az előzőnek motiváció élvezni, a másik motiváció fejledni, fejlődni. Én sokszor a motiváció, a cselekvés maradhat ugyanaz, de a másik motiváció más lesz az eredmény. Mi tudjunk, hogyha csak egy példát, mikor kicsit ilyen drasztikus példa, de történt valahol gyilkosság. És hogyha ember védelem Véde, védekezte és így ölte meg valakit, akkor lehet, hogy nem is kap büntetést. De hogyha szándékosan megölte, ugyanaz, ugyanúgy embergyilkosság, akkor mivel más volt a motiváció, akkor megkapja a teljes büntetést. Szóval ugyanúgy itt is a karma joga, ez azt jelenti, hogy ember akarja fejlődni. Ahogy mondta, attól a Krisztián rólatok hogy Többet lehet az életből, mint adja nekünk a mostani társadalom, a mi világ, ami csak egy zsákócába visz, meg igazából lefele is megy az egész a társadalom. És, és az ember, aki ébred, az látja, és nem akar. Keresi. Jó. lehetne -e valami más alternatíva? Itt kezdődik a karma joga. karma jogának is van másik neve is, amikor uh, ember, az első szint, amikor csak a kötelesség, kötelességért végzek, de amikor azért csinálom, hogy Isten legyen velem elégedet, az már buddhi joga. Tudjátok, mit jelent, hogy buddhi? Intelligencia. Szóval intelligenciának a jogája. A ember, amikor végzi ugyanakkor azt a jogát, és tudja, jó, én úgy is megkapom, amit akarok, elérni anyagi dolgokat, de ez úgy minden ah, csinálom, hogy Isten legyen velem elégedett. Szóval megint még egy finomabb, tisztább motiváció. És leg, itt kezdődik a legintelligensebb. Ez egy budhi joga, ez az intelligencia jogája. És itt egy kis megállás, Megcsinálom, meg mert utána ezt így megyünk tovább ezen. Itt most megkérdezem, idáig egy érthető volt, követhető volt? Ebéd után megy az EMISZT, és itt is? Vagy csak itt? Mindenhol megy? Jó. Szóljátok, amikor már csináljunk egy, mert van egy másik joga, ami ebéd után a legjobb. Úgyhogy, hogy nidra joga, alvási joga vagy a savászana, ismertek, ugye? Savászana, a joga végén a hullapoz. Hogyha azt javasoltok, hogy oké, okay, itt most vége az előadásnak, gyakoroljon kicsit a jogát, akkor itt árnyék vagy. <laughs> Jó, és idáig, amit mondtam, esetleg vannak kérdések. Nincsenek, oké. Okay. Akkor megyünk tovább, jó? Van még egy elképzelés sokszor, ezt az emberiségnek, hogy hát egyik az, hogy én jó, nagy jógi leszek a városban. Le lehet, csak, csak nem ez, nem az ászánál. Aztán a másik, hogy a, a jóga azt jelenti, hogy valamikor egy lemondás hogyha mi ezt, ezt, a klasszikus astanga jogat beszélünk, mert elején említettem, hogy a joga, a joga nagyon gyenge folyamat. És ezért embernek ott kell hagyni a családját, ott kell élni valahol az erdőbe, himalájokba, valamikor hóba, valamikor nagy melegbe, és akkor egyedül, mert nem lehet jogi lenni, sétálni korzó. Ott van a skála kópi, ott van a lidli, ott az aldi. Ez szétszedi az elmét az embernek. És már nem tud joga, már nem tud tartani a tudatot. Ezért fontos. És akkor néhányan azt gondolják, jó, akkor én elmegyek, elvonulok. Egy pár napra igazából Krishna jön, el, jönni elvonulni, ez, ez a legjobb. Mert itteni elvonulás, ez elvonuljunk, ez azt jelenti, mi átkapcsoljunk a tudatot a lelki témákra. Ugye, és próbáljunk kicsit, mikor rákapcsolunk a lelkére, akkor kikapcsol a rutinunk. És ez a jelenlegi elvonulás. Mert vannak olyan elvonulások, ahol semmi nem beszél. Csapat. Voltatok ilyenek? Jó csináltok. Mert az elme úgyis beszél és akkor valaki írja, nem beszélek. Tehát beszélsz, csak mondtál, csak most épp nem így. Szóval ez azt jelenti, nincs német, nem lehet gyakorolni. A, igen. De azt is kicsit rámutatom, hogy, hogy az a lemondás, elvonulás az hogyan történik igazából mert először van, akkor beszéltünk volna az a karma kanda, amikor ember csak um, Isten akarata, ami le van írva szentírások szerint él, így teljesíti a vágyokat, ez a karma kanda, utána jön a karma jóga, amikor akar tisztulni, és gyakorol. És mi történik, amikor karma jógát valaki gyakorol, ott, hát ez azt jelenti, hogy karma jog, hogy igen, le van írva, hogy hogyan kell kelni, milyen mantrakat kell mondani, hogy kell végezni a napi rutin tetteket, meg sok mindent. Ez szerint él az ember, és akkor itt az érdekesség, hogy mivel valaki Istennek az akarata szerint él, azt a követi előért kötelességeket, ami Isten akarata, ez tisztítja a tudatot, és változás történik a tudatban. Elkezd uh, vál, szemléletvilág változni, hogy hogyan látom a világot, akkor ti is gondolom haza fogtok menni, már sokkal, sokkal másokban látjátok a világot, mi, mielőtt idejöttitek. Miért? Mert karma tisztulás történt. Mert mert tudás is tisztítja a karmát. De ott még mélyebben, mert ott gyakorlat van, amikor csak egy tudás, az tisztítja a karmát a rögtön, de egy réteget, amikor még gyakoroljunk a tudás, az még mélyebben tisztítja a karmát. És ezért a karma jogánál, most ott nem megyek túl erdő részére, mert ott vannak még szintek karma jogán belül, lényeg, hogy ott ember megvalósítást fog kapni, hogy én lélek vagyok, nem vagyok ez a test. Ez a legfontosabb dolog, igazából. Ezt mondják a Bhagavad Gita, ugye a második fejezet, ott kezdődik effektíven tanulás, és azzal kezdődik, hogy nat eva ham jatuna szám, van nem egy nat csáva nem és így tovább, hogy sose volt olyan idő, hogyha nem léteztél te, nem léteztem én, is és sose lesz olyan idő, hogy megszűnünk létezni, mint egy egyéni külön személyek. Ez egy legfontosabb. Ezt mondja a Vedanta Sutra, Adhato szó Azt mondja, mivel újra, végre újra emberi testbe születtél, akkor használja arra, hogy érdeklődj a legfelsőbb lélek és a lélek után a szentírások egyaránt magyaráznak, hogy 8 millió 400 ezer életfaj létezik. Nem csak a Földön van élet, hanem minden, minden bolygón van élet. Mindenhol van élet. Tűzbe is vannak, vannak olyan élő lények, amit lángba is élnek, tűzbe, vízbe, bolygókon. Lehet mondani, de hát itt a holdat látszik, hogy kráterek vannak, mert minden. Ez illúzió, nem így néz ki a hold. Ahhoz, hogy lássunk, mi a holdon van, ahhoz kell tudat. ugyanúgy, mikor mi gyereknek egy algebrai képleteket megmutatjuk, a fizikai, neki ez egy kric lesz, nem? Nem, semmit nem olvassal erről a össze-vissza, véletlen szerűségű valami kricskracok. Miért? De a fizikusnak az már egy, nem tudom, egy egész nagy ö, tudást, ö, hogy üzenetet ad. Miért? Mert a gyereknek nincs ott a tudatja. Ahol, és mi rosszabb, mint a gyerekek vagyunk a, ahhoz képest, hogy megértsünk az univerzumot. Ezért, hogyha mi csak ránézünk egy holdra, akár ilyen teleszkópokra, semmi nem jelent mint a gyerek semmi, nem jelent, hogy őt nézi ezeket. Hogy tud, tízezer évig néznek is gyerek, ezt a fizikai képletet sose fog kiolvasni, mi az. Nekem meg kell, és, és hiába megmagyarázunk, nem, nem, próbáltatok három éves gyereknek elmondani, hogy, hogy ez a formula az mit jelent? Nem éret a tudat? Nem lehet. Ugyanúgy nekünk az, hogy mi lássunk a mi van a holdon, arra kell tudat, élet legyen, fejlett tudat legyen. De mostani, és ez a bizonyíték, hogy a földi embernek primitív a tudat. Csak rá kell nézni, aki ránézi a holdra, semmit nem lát, akkor az azt jelenti, hogy a gyerek, amit néz a fizikai képeteket. És, és akkor így, mikor gyakorol, akkor a tudat tisztul, szemszög, látást tisztol, és jön a megvalósítás, hogy én vagyok lélek. Ugye ez az egyik legfontosabb. És utána, utána, amikor ez a megvalósítás van, akkor ember képes lesz elvonulni. Idáig a karma joga, ez otthon gyakorolt, család, minden, de utána csak el kell vonulni. Másképp utána már lelki szinten nem tud fejlődni. Na most nézzük meg, ja, és akkor a végén, igazából most megint kihagyom ott a dolgokat, de amikor eléri a legmagasabb pontot, vagy az astanga jogába, vagy a karma jogába eléri a leg, 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 leg magasabb szintet, ez úgy jövök, hogy bakti joga. Elkezd Isten szolgálni. Ezzel, és ezért a joga szó kapcsolat Istenen, de hogyan? Mi a kapcsolat anya és a gyerek között? Hogy néz ki, hogy néz ki, hogy ül az anya és szeret a gyereket? Vagy valahogy más történik a szeretet? Törődés. Főz neki, süt neki, vásárol neki, beszélget veled. Puszilgatni szokat? Ezt is. Szóval a szeretet, ez szolgálat. Ő csak szolgál. Mit kap gyerektől? Hisztít. Főleg, Főle, mikor picike, nem? Ő csak éjszak, Láááá! akkor ó, kell, akkor nem tudom hány óráként, három óráként kell szoptatni, akkor pelen... most már szót is, so sokkal jobb nekem tetszik a pelenka szó, mert ez természetesen pampers. Szóval valakit kitalálta, pe pelenka. Akkor kell menni pelenkát cserélni, minden, akkor néha rápisil az anyukára minden, É, és szóval, meg köszönöm sem mondja a gyereke. Kinek mondta már? É, semmi, nem, nem mondjuk köszönöm. Ettől csökken a szeretet? Nem. Mert a szeretet, ez adni. Igazán a szeretet, mikor adni akar ember adni, és nem várok semmi egymáshoz. Szóval a bhakti jóga, ez a kapcsolat Istennel, ez az. Adni. És utána majd a végén egy titkot elmondom nektek, csak emlékeztessetek, hogy elfeledtek a titokról. A bakti joga szeretett titok, jó? És akkor ők, akkor gyakorolnak ezeket a lépcsőfokokat, utána kell lemondás, erdő, nem szabad enni finomat semmit, és akkor elérnek a bakti jogát. És erre van képes ember, de mondjuk 7 milliárdra, hát hogyha 7000 lesz, akkor jó. És ezért ez nem nekünk szól, nem a nyugati embernek szólnak ezek a karma joga. A nyugati világban a leghatalmasabb módszer kell, azt úgy hívják, hogy bhakti joga. Ja. És bhakti szó hát eredeti jelentősége, vagy inkább úgy mondjuk több jelentősége, többféleképpen. A szanszkrit szavak olyanok, hogy többféleképpen engedi a grammatika, a nyelvtan fordítani vagy magyarázni. Az egyik bhakti jogának az a jelentősége, hogy a szeretet jogája. A másik azt jelenti, hogy odaadó szolgálat. Ami egyezik egymással, mert amikor megint anyuka gyereket szeret, ő szolgál a gyereket egyfolytában. Mert a, hogy működik, amikor van szeretet, a szeretet hordozó, mint mondjuk anyuka, és a szeretet tárgya, a gyerek, az anyukájának a boldogsága a gyereknek a boldogsága. Amikor gyerek boldog, anyuka boldog. Amikor gyereknek valami fáj, anyuka nagyon szenved. Na ez, ez egy eléggé közel a bhakti jogához hasonlítás, ugyanúgy bhakti jogába is azt szerinti. És a bhakti joga, amivel különbözik drasztikusan minden más jogától, hogy itt nem kell semmit lemondani, nem kell semmit kidobni. Mert a másféle jogák azonnal kell, ezt nem szabad, azt nem szabad, ezt nem lehet enni finomat, nem lehet család, nem lehet sem. A bhakti jogába, ahogy mondja a Srila Prabhupád, nem dobják ki, hanem csak ad hozzá az élethez Istent. Ennyi a bhakti joga csak legyen életnek a része az Isten, és akkor lehet gyakorolni a baktívokat. És az könnyű, mindenki tud csinálni. Voltatok ma reggel programon, amikor énekeltek templomba? Ugye, ez a bakti joga. amikor énekelnek Hare Krishna mantrát, nektek már van gyapátok? Nincs semmi. Jó. A gyapán valaki mondja Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rámane, 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 Bakti akkor főznek, ebédet főznek, a szakács főz Krisnának. Bakti Jóga. Utána ezt felajánlunk az oltáron, aki főz tisztul, fejlődik, ébred a szeretet, utána van ajánlva, aki ajánlja, az is fejlődik. Utána aki eszik, az is fejlődik. Ugye tisztul a karmától, a szóval bakti yoga. ez a legerősebb Leghatalmasabb gyakorlat. Miért? Mert ez az legegyenesebb. Ezek a joga, másféle jogák mesterségesek. Ott kell megerőltetni magát, hogy mechanikusan kell csinálni. Vagy csak nézzük az aszanát. Az As asszan ez egy mechanikus dolog. Ott hogy embernek fáj, nyúlik, meg remeg, meg minden, vagy akkor a pranayama. De bhakti joga ez a tudatnak a jogája. Sokkal könnyebb. Nem kell túlerőltetni magát. Mert a, a, ahogy mondanak a szentírások, a Isten iránti szeretet mindenkinek ott van a szívükben. Alszik, fel kell ébreszteni, és a bhakti jogával leggyorsabban lehet felébreszteni. És uh, Svapasyasya Dharmasya Trajate Mahatobaját. Bhagavad gita lehet olvasni, hogy annyira erős és annyira a, a rendkívüli csodálatos a bhakti jóga, hogyha valaki Svalpa, egy kis lépés, egyszer életbe eljött Krishna völgybe. Ez az eredmény, az már örök, minden más, amit mi elértünk a világba, akár egy biznisz felépítettünk, azt csináltunk, ez, ez mind ideglenes, mind. A, a anyagi tele tettek által elért, elért eredmények, gyümölcsöi ideglenesek. Karma. Amikor valami ember egy lépést tesz Isten irányt, az az eredmény örök. Az már sose fog eltűnni. Ez, egy, ez a különbség között. És még nem csak az örök az eredmény, hanem trája te már a baját? Mert ti már láttatok igazi úri embereket? Ja, ritka. Vagy nem, inkább. Igen. Hát Isten ő igazi, hát úri ember mondani lehet, mert ember alakjó, de ő, ő, ő úri Isten. Úristen. <laughs> ő nagyon úri. Ő nagyon komolyan vesz. Ön, ö, mint tudjátok, a jó szülő, ö, amikor jó, egy, egy, egy aki tényleg érti, hogy kell gyereket nevelni, amikor gyerek rosszat csinál, akkor csak nem adja neki figyelmét. Mert gyerek hogyan a, a, hogyan cselekszik. Gyerek mindig akar észre középpontba lenni. És ezért csinál rosszat. És hogyha a szülők kezdeni, hogy e, mit csinálsz, az gyerek, ó, na most én egy középpontban vagyok, akkor mindig ezt kell csinálnom. De igazi szülő, ő tudja, hogy erre nem kell reagálni, de hogy mikor csak valami jót megtesz, akkor elkezd dicsérni, jutalmazni, minden, is gyerek látja, na, ezáltal középpontba kerültem, figyelnek rám, akkor ezt fogok csinálni. Isten is így, ő annyira nem foglalkozik, hogyha az ember rosszat csinál. De amikor valaki jót csinál, jön hozzá, vagy valami a, az ő akarata szerint tettet végez, akkor ő nagyon-nagyon hálás. És, ez, és, ezt mondja ez a Bagad Gita vers, a baját, hogy akkor ő már védeni fog olyan embereket. Az, aki meg, megtette egy kis lépést, szválpa, ez azt jelenti, pici lépés, eljött Krishna vőbe, akkor majd fog látni egyszer, megjön az idő, hogy Isten ő tudja, mikor, ott lesz, és meg fog támogatni, fog segíteni. Szóval az a bhakti Yoga, Ez nagyon csodálatos és nagyon erős gyakorlat, ami nagyon könnyű. És, mind, és a szuszukam, Rágya Vígya, Rágya Gujam, pavitram idam uttamam. Ezt arról beszél, hogy nagyon sok tudás létezik a jogákról, ezotéria, asztrológia, ajörvéde, ezeket ismertek szavakat, ugye, ajurvéda, asztrológia, mi van még? Vásztó, nem tudom, ismertek a vásztot, ez a házépítés, mert É, vannak finom fizikai törvények, hogy nem mindegy, hogy hogyan néz ki a ház, hol van a bejárat, általában a kelet, jó, hogyha keletről van a bejárat, nem jó, hogyha alszunk, fejünk el éjszak felé, akkor hogy, hogy hol legyen a konyha, hol legyen a vízes blokk a házba, ez nem mindegy, az befolyásolja, mit a kapcsolatunkat a családban, mint az egészségünket, pénzügyet, minden. Szóval van sok ilyen tudás. És van sok tudás a lelki, ez, mert ez a ház, amit most mondtam, ez a vasztú, ez nem lelki, ez anyagi dolog, csak finom fizikai tájolás dolgok. De vannak többféle, ahogy mondtam, jogáról tudás, minden, de a bhakti yoga ez a, a rágyavidja. Minden vidja, minden tudásnak a királya. Rádzsá vidja, mert legrejtésebb, legtitkosabb tudást ad. És mert megadja azt a boldogságot, ami épp mi vágyunk. Tudjátok miért a végtelenségük megyünk vásárolni? Meg ide, oda, oda, ide? Mert nekünk van luk szívünkbe. Az embernek van egy luk a szívébe. Van ez az érzés, hogy nem lesz elég nekem. Ugye? Tudjátok, a legjobb trükk, hogyha van, van nektek webshopotok? Mert ez a jó, hogy mindig ezt kell kírni, egy darab marad akkor ezzel vására a rögtön jön. Mert ez a, ez, de ez nyugodt, Az, ez, ez, ez annyira lehet kihasználni, mert nekünk ez a kicsinyeség a tudatba, anyagi világba, hogy nem lesz elég nekem, nem, nem kapok meg, nem jut nekem, ez nagyon erősen működik. Ezért van ez a, a vásárlási rohamok, minden manipulálva van az ember, és és utána, mi történik? Kidobjunk, és újra megyünk. Miért? Mert mi mindig, ha szereztem ezt a dolgot, és érzem, az a hiány, mi mindig ott van. Meg lehet, hogy nagyobb hiányom lesz, érzet. Mert ez a luk, azt mondják, az végtelen a szívünkbe. És ezért végtelenségik ezt és azt is. Többször sok helyen meséltem, hogy vannak ilyen családok, akiknek annyi pénzük van, hogy ők már más nem csinálnak, mint csak vásárolnak. Nincs korlát a kártyán, annyi pénzük van. Vásárolnak. És vannak olyan nagy szobák, ahol hoznak a csomagokat, valami már nem is csomagolnak. <laughs> És legboldogtalanabb emberek a világon mert ez a luk olyan formája van, hogy pont épp Isten oda befér. És mivel Isten végtelen, az azt jelenti, hogy a luk is végtelen, és mi tudjunk oda tömni dolgokat, ez, az, minden, sose lesz tökéletes. De a bhakti és ezért ez a guhyam, ez a titkos tudás, hogy ember, hogy kiszáll a bőréből, kifordítja a bőrét, visszaszáll, bármit csinál, sose lesz elegedet. Ahogy csak Istenhez fordul, puff, tökéletes. É, é, és akkor ez a jogás tanom még mondja, vitrám, ez a legjobban tisztítja, olyan sokféle varázslatok vannak, ez a tire karmát tisztítsunk meg energiát küldjünk, jobbról, balról rezgetjünk, hangtálokat szólítjunk. Mi van még? gyertyákat gyűjtöttünk, illaterápiázunk minden. Hát az egyik se változtatja a karmát. Egyik se. Miért? Mert nem lelki. A bhakti joga ez a lelki. Mert a karmát csak lelki dolgokkal lehet változtatni. A, a anyagi, finom fizikai, ezek a hangtálok, meg mindenféle rezgések, energiák, víz. ez, 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 a, ez a anyagi dolgok. Csak finom fizikai, ez semmi, nem befolyásolja a karmát. Már a tudás Bhagavad gita többet tisztítja a karmát, mint ezek az a Na ez a téri Én csináltam, mielőtt lettem Krisnás, nagyon jó szakértő voltam benne. Szóval nem, nem úgy mesélek, hogy hogy hívják. Viszont a lépcsőfoknak jó. Mert ember nehezen rögtön hisz, hinni, hogy tényleg van Isten, vannak ezek a lelki dolgok, mert először az, ezeket a finom dolgokat kipróbálja, és akkor látja, hogy működik. Akkor kapja meggyőződés, hogy működnek ezek az energiák, meg mindenféle dolgok, práná, meg minden. És hogyha szerencsés, akkor, akkor mondja, jó, hogyha ezek működnek, akkor. Ebben hiszek, akkor, akkor Isten is létezik. És akkor így lép tovább. A szerencsétlen megragad, és akkor 50 év múlva is ezoterikus marad. Ennek ez a veszélye a, ezek a finom fizikai dolgoknak, hogy ember ott meg tud ragadni. És azok nem, mondom, karmád nem tisztítják. De a bhakti joga, pavitram, az a tudás legtisztább, és azért tisztítja a tudatunkat. Szuszukham. Ez azt jelenti, szukham, azt jelenti, hogy boldogság. Hogy ez a gyakorlat, mert csak az a tudás, amikor valaki hallja Istenről, az már boldogságot okoz. Mert a, a Istenről szóló tudomány fel van töltve boldogság energiával. Ezért már csak valaki hallja róla, akkor már tud tapasztalni boldogságot. Szú, szukhám, nagyon nagy boldogságot okoz. Szóval ez a bhakti a különbsége, és a többi jogak között. Szó kartum kártum, avjajám, és öröki eredményt ad. Avjajám azt jelenti, hogy örök, öröki eredményeket ad. Ezért ebbe a korba, az a, hogyha ember akarja változtatni a saját életét, akkor legjobb időben, legjobb helyen vagyunk igazából volt egy 15 éves lány, még olyan 70-es években, aki ugyanúgy egy nagyon jó családból származott, de nem volt elégedett. Ott volt Luka szívében. És akkor elkezdte keresni Istent. És akkor egyszer csak látta, Amerikában történt, egy kis hippie, kislány volt, látta, hogy volt írva, hogy Hare Krishna temple, bekupogott, kinyitották, és mondták, igen, mit, mit segíthetünk? Keresek Istent. Ó, gyere, mindjárt segítünk. És felvették bevitték egy szobába, és a szobába ott ült a Srila Prabopát, akit láthatok völgyben, És ő abba a szobába ült, egyik tanítványával, és pénzt számoltak. Gondolom, tudjátok, hogy a villanyt nem adnak ingyen, benzint Krishnásoknak, nem így van, hogy megyek benzinkótra, jó, a mennyi fú, bemegyünk kbc be oh, hanem kell pénz, nem? Ebben a világban kell pénz. Könyvnyomtatásra, látatok már a könyveinket? Ne, szóval könyvnyomtatásra kell pénz. És akkor épp pénzt számolta Srila Prabhupát a tanítványa. És akkor, mikor erre először jön egy lelki dolgokat kereső lány, és látja, pénzt számolnak, akkor egy itt már így furcsa volt, de gondolta, hogy jó, kivárom, és vár, 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 és akkor ott beszélnek hogy erre dolgokról sokat ne költsünk, a könyvnyomtatásra, ne sajnáljunk a pénzt, és akkor erre, erre, lényeg, a lényeg, hogy a kislány elkezdte forni az agya, hogy ide is jöttem Istennél, és itt is csak pénzről van szó. Az, mikor már felrubant, akkor felállt és kiabált ott már mindenkinek. Azért jöttem ide, hogy kere, találjak Istent! Srila Prabhupádi csak így ránézett, és ugyanolyan hangnemben mondta, ő vissza! Jó helyre jöttél! És akkor utána sose sajnálta, hogy eljött oda, mert megkapta a bhakti jogát. Szóval a bhakti joga ez e, ilyen. Vannak esetleg kérdések. Nektek. Hogyha valaki szeretne a fejlődni, akkor elég, hogy olvasgatja ezt a okabadgit, vagy kell egy olyan mentor egy segítő, akí azértelme az érdekes. Jó kérdés, köszönöm szépen. <laughs> Itt is vannak lépcsőfokok amikor valaki fejlődött, akkor ő fog érezni, következő lépcsőkre szeretnék menni. És, és az első lépcső fog, ez az olvasás. Úgyhogy sráva nem? Hallani, olvasunk vagy halljuk, ez jó. És, és itt lehet nézni, hogy fejlődik vagy nem ember. Hogyha jön vágya társulni a gyakorlókkal, akkor azt jelenti, hogy jól olvasta, jól működött és fejlődött és utána igen, utána a következő szinten szükség van. Ott még annyira mentor igazi még nincs, de de már akarja személyesen kapcsolatban lenni a gyakorlókkal. És utána, mikor még egy szintet fejlődött, akkor jön ez a igény, fog érezni, hogy nekem igen, kell valaki, aki mint egy mentor Segít nekem lépcső, lépcsőről lépcsőre, vagy ha elakadok, akkor valamit elmagyarázom, hogy most mit csináltam nem jól, vagy megmondja ez egy, ez egy természetes, csak folytas. Igen. És végül, utána, hogyha valaki szeretne elérni a Isten irányi szeretetet, akkor ott már kell lelkíteni a az nem, nem fog menni. És ebbe világba egy, egy mester nélkül semmi nem történik. Meg a tollat, hogy kell fogni, azt is nekünk megmutatták. A rész volt mester, nem? A kanalat fogni és mutatták nekünk, hogy kell. És ezek is primitív dolgok. És vannak emberek, akik azt gondolják, hogy, hogy ezekre kell, de a legnehezebb dolgot, abból szempontból sokkal nehezebb Istent elérni, mint kanalat fogni, vagy tólat, arra nem kell. Igen, ott már kell, ott már avatás szükséges, mert, a, mert miért? Mert igazi bakti, mert most nekünk valami van, de igazi bakti, igazi potencia, hogy fejlődjön, az az Isten irányi szeretet, az lelki mester nek a szívébe megkapjunk a mi szívünkbe. Ez nem lehet letölteni interneten. Vannak olyan mantrák, ami úgy hívják a titkos mantrák. De hát internet tele van összes titkos mantrával. És valamikor emberek hallgatják, és akkor mond, nekem is mondok, hogy büszkén én már ilyen mantrát, meg olyan mantrát vibrálok. Hát az semmi. És ez nem működik egyáltalán nem működik. Még működik úgy, hogy még visszahatást fog kapni. Mert ott vannak olyan szótagok, ami mindig indítják az energiákat. És hogyha te nem vagy beavatva, nincs mögötted hátteret, lelkítőnítő tömester, és te hibáson ezeket csinálsz, akkor jönnek a visszahatások. És ezek általában a pszichikai visszahatások. És ember nem beszélsz magadon, de mások rajta észrevesznek. Szóval a mantráknak a működését nem lehet letölteni internetről, ez szívről szívre kell megkapni, lelkétenint több mestertől, ugyanúgy ezt az Isten iránti szeretetet, a bakti jogát. Pont az a a mai világban, hogy minden információra van állni elénk, és úgy kell kiválogatni azt vagy ahhoz kell a segítség én. Valós. Én. Igen, igen, de, de, de ugyanakkor, ha megnézünk, még a mai nap, még mindig a, társadalom úgy működik, hogy mi mindig, most nem a lelki tudásról, mondjuk anyagi tudásról, lehet, hogy mondjuk interneten tele van videó, mert minden agysebészetről, és én megtanulok, és te melyik városból jöttél? Budapest. És akkor bemegyek a Budapesten, egy, melyik a fő kórház? Annyi sok. Bármelyik. A legnagyobb kórházba bemegyek, és mondom, na figyeljetek, a következő agyműtét az enyém lesz. Ha, ki vagy? Hát én már, figyelj, már 5 éve összes YouTube videókat, minden már. Ma otthon egereket is agyműtét csináltam, mert cseréltem agyukat neki, minden. Akkor a következőt én fogok, mert én mester vagyok. Azt mondja, hogy nem, egy hiteles diploma kell. Kell, hogy legyen egy hiteles folyamat, ami akkreditálva van Magyarországon, és akkor erre te kapsz utána egy engedélyt, hogy egyáltalán csinálja. Szóval mi mindig, hogyha megnézünk, és a agyműtéthez mellett a lelki is sokkal bonyolultabb. És mi is pont van egy kicsit ilyen furcsa ez a állapot a világban, hogy mondjuk nem tudjuk gyógyítani, meg a börtönbe is megyünk, nem? Hogyha most én holnap behirdetem mindenten, hogy oké, okay, akkor lehet nálam, én rendelek, jó? hitől, agyműtét, mi van, pármi vakbél, minden, én csinálom. Ak akkor be is csukjak. Miért? Meg kell hogy legyen hiteles. De, de a lelkire, és pont nincs is erre ilyen igény, hogy mondjuk igény, törvény de ez veszélyes, nem jó, ott is kell, hogy legyen ugyanúgy törvény, hogy, mert nem, nem, kapsz hiteles lelkitönítő mestertől tudást, nem fogsz sehova menni. Mint a nem kaptál itt egyetemen tudást, akkor ezzel a tudással nem engednek be kórházba téged gyógyítani. Mert rendszeren kívül vagy. Itt is ugyanúgy kell rendszer. Jó. Oké, okay. akkor jön a titok. A titok, amikor <coughs> beszéltünk a bakti jogáról, ugye a bakti az azt jelenti, hogy Isten iránti is szeretet, és azt kicsik, akkor ecseteltünk, hogy a szeretet, ez a szolgálat. Az anyuka, ő semmit nem vár el, ő mindig csak adni akar a gyereknek. És, de ugyanakkor, azt beszéltünk, hogy Isten, ő nagyon a Uri ember, Uri Isten, mert ő mindenki, aki iránta őszintén lép, ő nagyon komolyan vesz. Ez azt jelenti, hogy akkor ő, ő is fog segíteni és fog támogatni. Igen, de amikor egy kicsit éretebb szint, aki már valaki tiszta, és csak annyit akarja, hogy Isten legyen elégedett velem, vagy boldog, az még magasabb, akkor ott a kapcsolat fog változni Istennel. Mert akkor ott Isten, ő is akarja, hogy ő legyen boldog. És valójában a Bhagavad-gitában ki kinek van otthon Bhagavad-gita? Nincsen? Nincsen? Érdemes még, hogyha csak a a gyűjtő a port a polcon, még így is jó, Itt változtatja egész családnak a karmáját. Hogyha belolvasunk, az nagyon még erősebben változtatja a karmát. Hogyha egy percet éljünk Bhagavad gita tanítások szerint, még nagy fokozat, és hogyha mi próbáljuk egész életet Bhagavad gita szerint építeni, akkor ez null, null, a halál pillanatig lehet nem. Attól függ, hogy hogyan de akár nullázni lehet a karmát, vagy legalább most rengeteg százalékat elégetni. És Bhagavad gita már az Első fejezetben ez egy rejtés dolog, mert amikor ember elolvason, nem fog át, sőt átugrik ezzel. De ott van egy nagyon érdekes dolog, hogy amúgy Bhagavad Gita az azt jelenti, hogy Bhagavan, Isten, 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 Isten jelenti, Gita, ének. Mert a szanszkrit nyelv az annyira verses, rímes, hogy szintén, mint egy ének. És ezért Bhagavad Gita az Istennek az éneke. És azért is érdemes, hogy otthon legyen, mert képzeljétek el, 5000 évvel ezelőtt, amikor Isten itt volt a Földön, amit ő beszélte, a Arjunának, az mai napig ott van leírva. Szóval ott, mert megmaradtak ugye ezek a Devanagari, szanszkrit szavak, betűk, és az ott van. Mai napig lehet látni, mit, mit mondta Isten. Hát szerintem ez egy külön. lelki könyv, lelki energia ott van, minden lelki. Csak megnyitjuk, és ott van, mit mondta Isten. Nem tudom, nagyon ritka dolog. 5000 évvel ezelőtt volt, megmaradt mai napig. És ezért az csak, hogy ott van otthon, az csak így megy, tisztítja mindent. És szóval ez a Bhagavad Gita, Istennek a szavai, amit ő mondta, és ő ott sok mindent tanít. Például ő tanítja, hogy hogy ő látja a világot. De ő hogyan látja a világot? Úgy, ahogy van. Mert ő csinálta a világot. És az ember, aki megtanulja látni Bhagavad Gita szerint a világot, akkor ő fog látni úgy világot, mint lát Isten. Ez azt jelenti, illúzió mentesen fog látni a világot. Ez a Bhagavad Gitának olyan erős hatása van. De nem titok, ez csak így magyarázom, mi az a Bhagavad Gita. Mindjárt oda megyünk a titokhoz is. É, és ugye a Krisna, aki Bhagavad Gitának egyik főszereplő, Istennek egyik neve, neki sok neve van, Krisztus, Krishna, Allah, Buddha, Jehova, az mind Istennek a neve, é, é, de amúgy ő, Krisna, vagy Isten, ő Bhagavan, Istenség legfelsőbb személyisége. Isten egy személy, a személy az azt jelenti, hogy van forma. Bibliát kiolvasta. Olvastat a Bibliát? Hogyan, milyen embert teremtette Isten saját képére. Ez azt jelenti, hogy Istennek is van keze lába. Nem csak egy ilyen valami gombóc, energia, ami világít, mint egy LED lámpa, hanem van forma és ezért Istenség, legfelsőbb személyiség, személy, személyiség, a, mit jön, hogy személyiség, aki gondolkodni tud, érezni tud. Szóval Isten ő érzelmi lény. Általában nekünk sokszor van olyan hamis elfogadás, vagy elfelfogás, aki hisz Istenbe, hogy Isten ez egy ilyen gene, ami az üvegben van, amikor kell... Istenem, segíts meg! Segítsd meg lottót akarok nyerni. <laughs> nem? Hogy legyen a mi a udvari bolondunk, és teljesítsen a vágyunkon, a táncoljon körülöttünk. De ez ugyanaz a fogyasztói társadalmi rendszer, csak az Isten együtt. Ahogy mi a próbáljunk kihasználni mindenkit, ugyanúgy rávetítjük rá Istenre. Miért? Mi az, mert, 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 mert nem tudjunk ki Isten, mi azt gondoljuk, hogy Isten ez tényleg valamilyen kis kapcsoló. Mert tudjátok, hogy Jinnnek a lámpát meg kellett dörzsölni, és akkor. Nem. Ő személy. Ő is érez. Ő is szeret. És ezért a Bhagavad Gita erről van szó. És, és, és vele, igen, hogy mi szolgák vagyunk, de Arjuna, ami ezért, ezek a titkos dolgok már kezdődnek a Bhagavad gita -ba. ott van az Arjuna, ő egy ember, lélek, mint mi, és Krishna, Arjuna az örök szolgálja, de baráti kapcsolatban van. De nem probléma. Szóval ez, ez lehet Istennel baráti kapcsolatban lenni. Lehet csak szolga. Van olyan kapcsolat Istennel, hogy igen, én csak szolgálok is és én ettől vagyok boldog és elégedett, hogy csak szolgálok. Akkor jó, akkor ő mindig egy legfelsőbb úr számodra lesz. De még magasabb, és ami Istennek is nagyobb boldogság, amikor valaki mondja, hogy mi barátok vagyunk. Ott az, hogy ő Isten egy kicsit háttérbe van. Mert baráttal már tuduk, nem egyet érteni, nem? Van. Istennel, amikor ő Isten és is szolga vagyok, akkor minden kell egyet érteni. De mikor már barátok, akkor már más. És ott akkor pont ez a titok, hogy Arjuna, ott vannak a, a szekeren, Arjuna ő a szekeren van, ott van Istenség legfelsőbb személyisége, aki kontrollálja az univerzumot, akinek az akarata nélkül fűszál se mozdul el, aki legyőzhetetlen, minden oknak az oka, ott áll a szekéren, akit imádják egész univerzumban, és Arjuna mond neki, kedves barátom, kérlek vezes a, hagy, a szekeremet kettő hadsereg között. Itt ez a titok, hogy ez a szeretet kapcsolat boldogság, ami ott van, hogy a Arjuna szolga, de ő parancsolja Istennek. Mondja, kérlek, vezes. És Srila Prabhupád magyarázza, hogy amikor van ez a tiszta szeretet, mikor már ott nincsen ez a kihasználó hangulat, akkor, és, és, és ez a szeretet bakta, parancsol Istennek, ez sokkal nagyobb örömet okozza Istennek, mintha valaki csak nagy áhítással szolgálja. Ez a titok. Szóval Istennel ilyen kapcsolatok lehetnének. Veszélyes, amit elmondtam, mert mindjárt mindenki gondolni tud, na, akkor én barát vagyok. Nem, ez egy eredmény. Át kell menni először a szolga, és utána lesz. Szóval ez egy nagyon fontos, mert meg kell tisztulni karmától. Mert nekünk van ez a karma, ami akadályoz minket szeretni, és hogyha mi most elkezdünk ezt csinálni, akkor csak beképzeljük magunkat, és Krisna nem fog elfogadni. Mert Krishna csak tiszta szívű kell. Miért? Mert ő csak tiszta szívű kell tud ebbe kapcsolatba lépni, mert akinek tiszta szíve, az nincsen ebben a hogy mert, mert Krishna nagyon őszintén, nagyon tisztán, nagyon me em, megbízhatóan, és sose fog megcsalni. Hogyha ő a barát, akkor örökre. Itt nálunk, ma vannak a barátok, holnap vagyunk a legnagyobb ellenségek. Láttatok ilyen, nem? Van, ma van az esküvő, és élet végéig szeretni foglak, és akkor maga is feleségül veszi, igen, igen, és a férhez megy hozzá, igen, örök, egész, minden. hónap után démonizálnak egymást, elválnak. Amikor e -e nem tiszta a szív. De Istennek ez a ne vagy a csúta, sose fog minket becsapni. Ő, 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 nem ez, ő nem ez a kategória, aki minket cserbe fog hagyni, vagy valami. Ő mindig jön ő most is velünk ilyen, de az, hogy, ő, hogy ezt közelebbről megismerjünk, mivel ő is érzelmi lény, ő se akarja, hogy mi is ezt csináljuk, mert mi most mi igazából megcsaltunk őt, mi, nem, mi, mi elfordultunk tőle, cserbe hagytunk, ezért ő most minket rögtön nem engedi nagyon közel. Ő, ő nagyon akarja, menjünk közel, de meg kell tisztuljon a szívünk, ugye ez a bakti joga által. Ez, de, de ő is érzelmi, hogyha oda tudjátok, ti is, amikor a stanga joga, meg ezek a jogák, ez erőltet dolog, mechanikus magát nagyon meg kell erőltetni, mert annyira fejledsz, amennyire tu, fej, tudsz fejlődni tisztán, amennyire te tudsz saját erőfeszítést megtenni. A bhakti jogába, hogyha te az univerzumnak a bénák között a legbénább tolukocsi agyilag vagy, akkor is tudsz fejlődni, hogy a jogat gyakorolsz. Miért? Mert ott Isten segít. Ez a különbség. A másik jogában nincs Isten a kébe, csak a végén lesz. A bakti jogában rögtön Isten a kébe van. Ezért ő adja a kegyét, és az ő városi ember tud fejlődni is mindenki. Oké, okay. akkor megyünk a stanga joga, ott, akkor jáma, niáma. Megint. Ember találja magát, hogy nagyon zavarodott, aggódik, stresszel, depresszió, szenved. És akkor gyakorol. Először mondják, Jáma, csináljál azt, ne csináld azt, ami nem szabad, őd ilyen dolgot, utána jáma csináljál az, ami segít neked fejlődni, az is őt. Például már ott kezdődik egyet csak mondom, hogy a legfontosabb, ez a ahimsa, erőszakmentesség. A jogát, ahimsa az azt jelenti, hogy vegetariánus. Szóval a joga már nem fog működni, hogyha valaki nem vegetariánus. Ez az első, mert ez erőszak, és erőszakmentesség. És akkor, és akkor ott még van ilyen igazmondó, meg tanulmányozni szentírásokat, nem szabad hazudni, szóval ezek a, van a öt tiltás és öt előír dolog. Yama, yama. ez egy kicsit az embernek, mivel valaki követi ezeket a szabályokat, az elkezd tudatot kicsit kitisztítani, és egy kicsit összerakja, és képesséti tesz aszanák gyakorlatra. Mert a gyakorlás az azt jelenti, hogy én hát, több dolgot csinálok. Először nekem vannak Blokkok a tudatba, amit nem egészséges a tudatom, tudok sértődni, zárkozott vagyok, félek, nem tudjuk, mindenkinek van valami. Vagy, vagy lehet nagyobb csomag is. És ezek a blokkok, ami a tudatban vannak, azok a finom energetikai szinten vannak a szervekbe, a csakrákba. És az aszana több dolgot egyszerre csinál. Mechanikusan, például a baktériógat, gyakorló jogát, Isten teszel elégedeti, ez oldja a blokkokat. Egyenesen? A, az ásanaba mechanikusan. Én beülök mindenféle ásana mert akkor arra a blokk, ahol blokk van a szervbe, oda megy a prána. Az oldja ott a szervbe, a gyógyítja, mondjuk, mert hát miért van betegség, mert blokk van ott azt feloldja, és a tudatomba, a, a pszichikai blokkomat feloldja. Így hatta karmára az ászana. Bonyolult. Inkább azt mondom, Isten, kérlek, segíts, sokkal gyorsabban, mikor én itt ászánázok. Ugyanazt mely eredmény legyen. Mellette van ászánában, hogy ember gyakorol, érezni a pránának az áramlását. És az azért, és ha csak akkor működik, akkor képesített ember igazán ászánat gyakorolni, amikor a, a, Yama-Niyama ezt a első kettőt gyakorolta. Mert ez megnyugtotta az elméjét, és csak nyugodt elmével lehet hangolódni és érezni Pránának az áramát. zavarodott ember nem tud. Ezért, amikor valaki csak me, ah, mondom, ez, amit nálunk csinálnak, az jó, de ez nem joga az csak a torna gyakorlatok, ami jó az egészségnek. És valamikor olyan is van, hogy egy külön gurú mondja tanítványnak másfél ászánakat, mert őt látja neki ezek a blokkok, akkor neki ez a a készlet lehet. Valamikor az egész komplexumot, valamikor plusz, valakinek elég csak olyan kombináció. És amikor ő így oldja a blokkokat, ez azt jelenti, képesített lesz még jobban koncentrálni a tudat. Mert vissza egy kicsit megyünk, mielőtt bármilyen jogát gyakorol, bakti jogát nem gyakorol, nem gyakorol semmilyen jogát, és ez a karma a zavarodottság, ami nekünk van, ez azért, mert tudat nagyon legyengül. Nekünk a tudatunk nagyon gyenge minket kisodorni egyensúlyból, hát először van-e olyan, mikor egyensúlyban vagyunk, ez egy kérdés először, de amikor valahogy mi összeállt minden és egyensúlyba kerültünk, ki zakkani minketek egyensúlyból nem kell sok, csak egy beszólás, és mindenkinek megvan a gombja. Nem, nekünk minden van, ami minket kisodor az egyensúlyból, úgy, hogy éjszakákig nem alszunk utána. Ez azt jelenti, hogy gyengi a tudat. Ezért mi nem látjunk Istent, nem látjunk lelkeket, mert nagyon gyenge a tudat. És úgy lehet ez összehasonlítani, mint a napnak a fényével. Hogyha mi a nap sugarat átengedjünk egy ilyen nagyon vastag szűrőn, akkor szétszóródik, és nagyon gyenge fény jön be, ugye? De, hogyha mi fogjunk egy nagyítót, és a napfényt összpontosítsunk egy pontra, mi fog történni? Tűz. Ki csinálta ilyen? Én gyerekkoromban csináltunk, Szereztünk való ekkora. És akkor, ó, a misztikus dolog, hogy így ö, meg lehet gyúj, gyújtani a fát. Na, és, és az a nagyítóval lehet ugyanezt a fényt, ezt a fényt, szóval fényt tudjunk szétszúrni, semmi potencia nem lesz, de tüzet tudjunk csinálni. Na az embernek a tudat ugyanolyan erős. A mostani, ez a fogyasztói szétsúszott világ szétszórja a tudatot. Áv, javasza, játmika. Szétszór tudat. Ezért mi, mi mindenki trauma. trauma. Gyeng. Nem, mi nem tudjuk megbocsájtani. Szóval mi tudjuk? Boldogtalan. Hát, ha csak én boldogtalan vagyok, és félek, és az izgulok, az gyengeség. Na a joga mit csinál? A jámani jáma kezdődik, összpontosítja a tudatod, És mindjárt megyünk tovább, és mindjárt megmutatom. És a végén már olyan erős a tudat lesz, hogy mindjárt fogunk látni, hogy mi fog történni. Ugyanúgy az a tudatunk, ő nagyon nagy hatalommal rendelkezik, de most nagyon nagy gyenge. És akkor így. Az asana összpontosít, vagy a jámaniáma yama összpontosít a tudatot, és ember már tud ászanát gyakorolni. Asanában érez pránát. És ez is tisztítja jobb a tudatot, a blokkokat oldja, meg itt még erősebb lesz a tudat, még fokuszálta képesség lesz, és utána jön a következő képesség, következő szintre práná, jáma. Ugye prána, a jáma. Kontrollálni pránát. Hát aki tanult az őrvédet, őt azt írja, hogy a szervezetünket, az életünket, a szervezetbe, az egészséget Prána kontrollálja. Semmi más. Hogyha Prána oké, okay, nincs olyan betegség. Koronavírus, az csak elpattan. De mivel itt gyengik vagyunk, ezért meg is van jósolva a könyvekben, hogy ebbe a korban, ahol mi most élünk, fertőző betegek, betegségek nagyon támadnak. Miért? Ez probléma. Régen miért nem volt? Mert olyan erős a tudat volt, hanem nem támadhat semmi. Ez a gyengeség. Mert a szervezet is gyenge. Hát ellenőrizhető, hogy csak nézzünk egy ilyen ötezer amikor akkor születtek a gyerekek, akkor nagyon kellett keresni, szinte nem találtál, hogy valaki betegséggel született, vagy elme, valami problémája legyen a szervezetbe nálunk nem tudjuk találni, aki teljesen egészségesen születik. Itt, vagy te szervezed, biztos van probléma. Ez a, ez a gyengeség. Oké, okay. és akkor ászánába erősödik a tudat, akkor ezek a blokkok oldodnak, szervekbe, tudatba, akkor még fokuszáltabb lesz, akkor jön ez a prána jáma, és a prána kontrollál a szervezetet. És a prána jáma az azt jelenti, hogy ember tanul kontrollálni a pránát. A jáma. Szabályozni, irányítani. És az, aki tudja a saját pránát kontrollálni, az sose lesz beteg. Ő kontrollálja a szervezetet. Nem tudom, hallottatok-e, hogy a jogik, igazi jogik, 400 év, 700, 1000 évet tudnak élni ez most is vannak a Földön, nagyon kevés, nagyon kevés, sose fognak eljönni a korzóra megmutatni, én vagyok, és akkor tábla 700 éves vagyok. Néz, úgy néz ki, mint egy 80 éves bácsi, és kész. Ők himalájukban, ők nem cirkuszt akarnak, hogy mindenki lássa őket, ők saját lelki dolgokkal foglalkoznak. Szóval pránájámmal, prána teljesen meggyógyítja, ja, aztánában még egy fontos dolog, Meggyógyítja a blokkokat, oldja és ellazítja a szervezetet. Az asana. A, Mert a me, utána lesz meditáció. A meditáció nem lehet, hogyha bármi egy izom feszült rajtad. Görcs, nem, nem, nem lehet. A csak akkor tud meditálni a jogi, mikor igen, egyenesen ül. Hát van négy meditációs asana, egyik főző a lótusz, ugye, Padma asszana, és ott nagyon lazán ül. Mi pedig tudjunk, ki már próbált ülni, hogy utána gerinc görcsöt kap, meg minden, itt is görcs, mindenhol görcs. Mert nem vagyunk lazák. De aztán elelazítja, elelazítja. ellazítja. A pránájában meggyógyítja teljes, teljesen, még finomítja a tudatot, még jobban erősíti, mert képzeljétek el, pránát irányítani a szervezetbe, az már milyen koncentráció képesség kell. Ez nem csak úgy, de az elején úgy kezdődik, hogyha lássunk még egy kicsit bele, hogy hogyan a ott karma változik, ezek a elmébe, ez a citta vriti, azok a az aggodalmak, meg kis hullámok, amit tisztulnak, pranayámának az a mechanikája, hogy nekünk az minden tudott állapotnak van megfelelő légzése, ritmusa, vagy mintázata amikor ember elégedett, akkor egyféleképpen mintázatban lélegzik az ember. Amikor dühös, akkor máshogy. Mikor fél, még máshogy. Szóval bármilyen kicsi változás tudatállapotban, rögtön máshogyan lélegzünk. És a prána megint mechanikus hatása tudatra, ott elő van írva, hogy ilyen mintázatban lélegzél, és ez oldja fel a blokkokat a gondolatokba, és kisimítja, és megnyugtatja, és így tovább, és így tovább. Szóval ez a prana jámának a, a egyik gyakorlata. És ahogy mondtam, mellékhatás, hogy hosszabb lesz az élet. Nézzünk, hogy mennyire rövid legyek. Utána jön a prana jámá, pratyahara gyakorlat, prátya ahára. Ez azt jelenti, hogy elvonni tudatot az érzik szervektől. Ahára azt jelenti, hogy étel. És nekünk a szemünknek látni a formát, ez a táplálék szemnek. Fülnek, halljunk a hangot, ez a táplálék a, a, a fülnek. A bőrrel tapintás, ez a táplálék a bőrnek. Ezért mondja, prátya, ahár, elvonni szerveket, a tápláléktól. Ez azt jelenti, hogy ül, a jogi, lehet, hogy nyitott szemmel, és nem lát. Nem hal. Jönnek a hangok, ő nem hal. Lehet műteni, nem érez. Mert képzeltek el, mert hogy működik. A, a lélek az itt van, a szívbe. És ahogy a nap egy helyen van, most elbújt, de egy helyről az egész univerzumot beragyogja. És ugyanúgy a lélek itt van, és kiterjeszti magát egész testre. Tudattal. Ezért mi érzünk. Miért mi érzünk? Persze lehet mondani, hogy ilyen, mert ott vannak az idegek. De nem azért csak, hanem a, a lélek tudattal, mint a nap kiterjesztette magát, mert itt is világos, ott már sötét ott is világos, ugye? Még Budapesten is világos. Vagy van más vélemény? Mindenhol. Ugyanúgy egy helyen van a nap, de lehet, hogy a Horvátországban is világos. Ugyanúgy itt is egy helyen van a lélek, de mindenhol van világos. Mindenhol van a tudat. És a a hárá, hogy a jogi ül és a tudatot visszavonja ide. És ezért nem érzi. Elmondom egy példát, amikor néha nekünk, mi nem tudjuk ezt csinálni, mi nem vagyunk olyan erős koncentrációval, de néha-néha sikerül. Például beszél hozzátok valaki, ti halljátok, jön egy izgalmas csetelés, akkor elkezdjük, és ő beszél tovább. Tehát mondjuk, bocsi, mit mondtál? Elvont, mert miért nem halljunk őt? Mert a tudat elment ide. Szóval nem tudjunk egyszerre mindent csinálni. De a jogi ő ezt tudatosan csinálja, és elvonja ide a tudatot, ez a pratyahara. Szóval ez is egy, még jobban tisztítja a karmát, finomabban, meg, meg koncentráció képességet, még jobban uh, uh, élesíti, mondjuk így. És utána jön a következő szint, ez már ilyen 300 év után jön a következő szint, úgy hívják, hogy uh, Dárana koncentráció. Olyan vicces, amikor találkozol, nem, nem, probléma, de amúgy vicces, amikor valaki mondta, én tegnap meditáltam, de itt a jogi 400 évekig még csak most kezd koncentrálni. A dárana, ez, csak ez még nem meditáció, csak koncentráció. És mit jelent, hogy koncentráció? Hát igen, tudat összpontosítása, de ez ilyen szakadás, szakadik még, szakad, megszakad nem tud fogni a tudatot sokáig, mondjuk csak egy napig, de egy hétig nem tud, vagy pár órát. Ez a, az dárana. És ott már olyan erős a tudat, hogy emlékeztek, beszéltünk, hogy a napot, hogy összefókuszáljunk egy, egy, pontra, egy nagyítóval, akkor tüzet csinál, akkor aki már a dárana szintre jógi került, már annyira fókuszált a tudat, hogy akkor jelenek a híres, misztikus képességek. Van összesen, hát vannak elsődleges, misztikus képességek, másodlagos, harmadlagos, összesen 23. És akkor ott van a vízen járni, a falon átmenni, levegőben repülni, irányítani többieket, lehet manipulálni emberekkel, ez egy misztikus képesség. Akkor mi van még ott? látni, mi történik más bolygókon, akkor minden vágyat teljesíteni, szóval sok minden. És szóval a misztika az itt van a tudatban. De ez csak akkor azt tudja, aki nagyon sok lemondást végezte, és olyan erős a tudat, hogy ő mondja, vannak ilyen törvények, ebben finom törvények, és kell mondani mantrát, és az olyan erős tudat, hogy mikor kimondta a mantrát, azonnal e te tudsz -e használni ezeket a finom fizikai törvényeket, és már nem a durva fizikai törvények rád hatnak. Például a gravitációt legyőzi, speciális mantraval, olyan koncentráció, hogy átlépsz tudattal finom törvényekre. És a finom törvényeken nincs gravitáció. És azért tudattal lehet ezeket elérni. Ez nem... Emlékeztek még a minden nép népmesékben mindenhol mind, voltak ez a varázs igék. Ez még onnan marad, hogy a mantrák, mantrákat mondták, de ehhez kell tudat, ez nem csak felolvasunk, és már működik, ez tudod. Na ez a dárana. Utána jön a Diana, a dárana, ez a koncentráció, hogy csak kezdődnek misztikus dolgok, még nem igaziak, de ez mellékhatás. Utána jön a diána, meditáció, amikor sűrösödik a koncentráció egyre jobban, akkor átlép meditációba ez a diána. És hát, hogyha, és van a harmadik, mikor ez a diána meditáció még jobban sűrűsödik, 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 összpontosítódik, ott, ott, már minden misztikus dolog mellék hatásként megjelenik, és átmegy egy következő szintrem, úgy hívják, hogy szamádi. A, ez a mély meditáció. Most ez a három között elmondom kicsit különbséget még. Hogy mit jelent a dárana? Amikor megnyitjuk a csapot, és folyog a víz, de szakadozik. Tudjátok, valamikor gyorsan megy, de, de látszik, hogy mindig csöpök be. Egymás után folyamatos, de szakad, szakad szak, szakaszokba megy. Amikor már egy kicsit jobban megnyomjuk, és egy, egybe megy az egész, nem szakadozik, a, ez már diána, meditáció. De mikor sűrűsödik, ki már öntötte mézet? Az így megy ott a méhész, ő tud mondani, hogy kell. Önteni a mézet, most is pörgette héten, és akkor is sűrűen, ez a, ez a szamád, mikor teljesen elmerült, és benne van a másik dimenzióban az ember, ez a, ez a mély meditáció. És ott, mert igen, ez a misztikus képesség, ez csapda. Mert sok jogi, jogi mert elkezd ezt élvezni, hoppá, én ezt tudom, azt tudom, és akkor ő lesz a bohóc. Megy a cirkuszbe, fakír, és lehet, hogy csinál igazi őket, mert tényleg megérdemelte, e annyi lemondás után, olyan a tudat, hogy ő ezt tudja csinálni. De, de csapdába került. Mert nem eladta ennyi vezeklést, évek, csak azért, hogy szórakoztasson az embereket. De aki határozott és nem csalódik, hogy mondjak, akit nem csapja be ez a csapda, akkor megvalósítja, hogy én lélek vagyok. És utána fog látni Istent. Szóval ez a jogának olyan hosszú, meg minden, meg ez a sok csapda, de misztikus. Hát csak képzeljetek el, ti most elinduljátok valami lelki életbe, és akkor valaki mondja, de várjál, itt van neked kártya, annyi, sose fog kifogyni itt költség. Ez is a misztokos képesség, nem? Hogy olyan kártyám lenne. Képzeltek el, mindjárt telefonálj, oké, okay, holnap reggelizünk New Yorkba. Hova akartok ebédelni? Tenerife jó nektek? E, hányan vagyunk? A heten. hét szobát tenerife ebéd, vacsora, Bali, Dubáj. Vacsora, vacsora Bali, este Dubáj. És akkor le, csak ez, ez már ez mennyire csábító. Ugye, hogyha a sokszor emberek várnak, hár, bárcsak megnyernék a lottot. <laughs> szóval ezek nagyon csábítások, de ott képzeltek el a misztikus dolgokban, az több, mint egy bankkártya sokkal több. Ezért nagyon-nagyon nagyon el lehet csúszni ezen, és hogyha nem csúsztál el, akkor meglátod, megvalósítod, hogy lélek vagy. Bakti jogába egy-két hét múlva meg tudsz valósítani, hogy te lélek vagy. Szóval ezért ez egy természetesebb dolog. Hát így bemutattam akkor a astanga jogának a lépcsőfogokat. Előttük. Igen. Hosszú, de vagyunk-e képesek? Itt, itt nem az, a, hogy akarunk-e. Az a probléma, hogy aki nyugati világba született, ez már azt jelenti, hogy nem képes erre a jogára. Mert akkor nem itt születünk volna. Mert ez a mi rossz karmánk, hogy itt születünk. Hogyha tiszta karma volt volna, akkor valahol himalájákba születünk, ahol rögtön minket gyerekkortól erre tanították. Szóval én csak akarok, hogy ne legyen hamis remény, hogy a jogában valamit elérjünk. Csak mint egy ászenám, meg egészség nem probléma. Segít kicsit megnyugodni, az a nem probléma, meg a pránájámával, meg jámani jámám. De komoly a dolgokat, az felejtős. Meg sokkal természetesebb, amikor csak élünk, hogy Isten velünk legyen elégedett, nem kell megszakítani a szalagokat. Jó? Más kérdések? Nincsenek. Jó, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy találkoztunk. Holnap még lesz nektek, ugye a program? Igen, holnap vasárnap. Hétfő zárás, de, de ebédig, ugye, még lesz? Jó. Jó, hát én további jó lelki kívánok, és ahogy mondtam, hogy ez, amit itt vagytok egy pár napig, az nincs olyan jóga, ami ennyi nap alatt, ennyi lelki amit ti most kaptok, nem is tudjátok, az, az egész életre most lehet, hogy következő életben is tudtuk vinni ezt az három-négy napot, amit itt vagytok. Ez a legnagyobb ereje ennek. Nincs olyan asszony, ami ezt ennyit tud adni nektek. Köszönöm szépen. Kelemes, további elvonulásba vagytok? Lelki elvonulást kívánok. Hare Krishna.